2015. október őszi mondokom, utolsó nap, és végre sikerült leülni Vikivel, miután kimaradt az október az Euro Cosplay miatt. Hát egy picit megijedtem ma reggel, mert nagyon kevesen voltak, nagyon kevesen jöttek nyitásra 10 órára, de 11 óra dél körül már egészen szépen feltöltődött a rendezvény, és megmerem kockáztatni, hogy legalább annyian vannak, mint nyáron vagy tavasszal voltak. Nem tudom, hogy neked mennyire van erre látásod, vagy te hogy gondolod? Nyárnál szerintem mindenképpen többen vannak, már azért is, mert két napos a rendezvény. Jó, ilyenkor a vasárnap az mindig kicsit, ugye, hát nem gyengébb, de akkor kevesebben szoktak kint lenni, mert főleg a vidékiek is mennek már haza. Mondjuk így a nyitásnál nem láttam, hogy kevesebben lett. Ja, de azt láttam, hogy a sor az kevesebb, amikor ideértem. De ugye az elején még pultot rendeztünk, aztán úgy 11 volt az, amikor így elkezdtem belerázódni a konba, és akkor már úgy voltak azért már rendesen. Igen, úgyhogy annyira így, hát max azt vettem észre, amikor jöttem, akkor ott a főkapunál tényleg kisebb volt a sor, sőt, nem nagyon volt. De utána meg feltöltöttek, lehet, hogy ugye rossz időtől is féltek, vagy nem tudom. A másik, ami tök fura volt, ezt gondolom lehet, hogy a hideg idő is majd van, hogy jóval kevesebb beöltözött ember van, mint korábban szokott lenni. Talán több, mint a fele volt az, aki civilbe jött ki. Illetve a másik fele, amire kíváncsi lennék, hogy ez szerinted trend, vagy csak egy alkalmi hobbi, hogy nagyon sokan voltak, akik elintézték az egészet abban, hogy kifestették magukat, vagy valami sminket felraktak, és kész. Hogy ez most a jövő, hogy akkor lustaságból az emberek inkább kifestoljanak, és nem beöltözve? Nem feltétlenül lustaság. Nekem is van olyan ismerősöm, aki inkább a testfestést élvezi, meg azt szereti. Jó, jelmezeket is nagyon szeret csinálni, de hogyha már nem látjuk kifestve egy koron, akkor az már, úristen, az már ilyen nagyon durva állapot. Úgyhogy nála például ez egy külön kihívás, hogy mindig kitalálja, hogy milyen más arcfestést rakjon föl magára. Az, hogy kevesebb a jelmezes, hát igen, szerintem a hideg miatt is van, mert én is kicsit most fázok, legalábbis a lábam, úgyhogy kicsit megbántam ezt a választást, nyárra jobb lett volna, de hát most lett kész. Úgyhogy valószínűleg amiatt is meg. Tegnap azért sarasabb volt talán kint, mondjuk a kraftosoknak ezben. A végén kezdett esni. Igen, lehet, hogy attól féltek, hogy most is így jön valami zuhi, bár pont, hogy mára nem mondtak, azt hiszem is tegnapra csak. A másik, ami teljesen fura volt nekem, vagy legalábbis nem tűnt fel, hogy oké, a korábbi években is, vagy alkalmakkor is szokott mindig lenni egy-egy külföldi, de most, mintha jóval több külföldi lett volna ezen a két napon, mint egyébként. Nem tudom, hogy te kivel találkoztál, kivel nem találkoztál. Mi szerbekkel találkoztunk, tegnap volt egy csaj Alaszkából, ma volt a csaj, aki Franciaországban született, de Prágában él, aztán jöttek Németországból is emberek. Nem tűnt, korábban nem emlékszem, hogy egyen lettek volna, és ugye ami szerflott feltűnő volt, hogy nagyon jó cosplayekbe jöttek. Közülük a szerbek azok, akiket így ismerem is, így főleg a gyűrűkúrás vonaluk miatt, mert találkoztam már velük így korábban így rendezvényen. A Playten is kint voltak például, így aki most Sorinnak öltözött, ő kint volt, meg ők például azért jöttek, mert voltak kint korábban magyar cosplayesek, szerb konon, és ott találkoztak velük, és akkor mondták, hogy gyertek majd vissza így cserébe, és emiatt is. Az osztrákok szint úgy így volt Annie Night is, augusztusban szokott lenni, és ott is akikkel így összefutottak, meg összebarátkoztak velük, akkor így visszahívták, hogy mi megyünk Bécsbe, akkor így gyertek a Pestikonra. És így emiatt is, hogy így nőnek így az ismerettségek, hogy így a környező országokban egyre többet így ki tudunk így ugrani, úgymond konokra. Így emiatt is, akkor így visszajönnek cserébe, hogy hú, akkor megnézzük, hogy ott mi van. Úgyhogy emiatt is. Meg most a mezőnyben is voltak ugye a szerbek, meg igen, tegnap voltak osztrákok, akiket zsűriztünk. Úgyhogy mondjuk eddig is voltak így elvétve egy-egy külföldi vendég, vagy román. Igen, hát szerintem emiatt, hogy így többet így kijutunk környező országokba, és akkor így akkor visszanéznek ők is. Említetted az osztrák kirándulást, ezt akartam kérdezni, hogy oda hogy jutottatok el, mert ugye nem egyedül mentél, hanem csoportban mentetek. Ezt hogy szerveztétek, hogy jött össze, és egyáltalán milyen volt? Mennyiben volt másabb a bécsi, mert ha jól emlékszem, Bécsbe voltatok, mint mondjuk a mai két napos, a mostani kétnapos rendezvényünk?
Sajnos nekem az idei az kimaradt, én csak tavaly voltam. Így igazából valaki feldobta az ötletet, hogy menni kéne, és akkor elkezdtük összeszervezni a csapatot, hogy hány embert érdekel egyáltalán. És akkor így közösen már így egyszerű volt buszjegyet foglalni, meg ugye szállásnál akkor így egyből úgy foglaltuk, hogy akkor ilyen több szobás ágyakat, és akkor így azt így olcsóbban ki tudtuk venni. És hát meg alapból így többen poénosabb menni. Úgyhogy inkább ilyen baráti társaság volt az. Jó, van amelyiküket annyira nem ismertem, mert inkább másnak volt a barátja, de most már így velük is jóba vagyok, meg így tavaly Aninájtól. Még a hazaiak közül is így sok olyan cosplayes volt, akit annyira nem ismertem, és ott meg így tök jól összehaverkodtunk. Például így Mióval azelőtt nem nagyon beszéltem, és utána így rájöttem, hogy hú, tök jó arc. Úgyhogy így nem is kellett, vagy el kellett mennem érte Bécsbe, hogy rájöjjek. De például ott 3 napos az Annie Night, igen, és pénteken csak délután kezdődik. Viszont ott 3 verseny volt a cosplayben. Volt egy olyasmi, mint a craft, volt egy perf, és volt egy a 2 kereszteződés, ami leginkább olyan, mint az Euro cosplay, hogy a craftot is nézik, meg a perfet. És ezek vannak így elosztva így a 3 napra. Ami nekem ott fura volt, a nagy csarnokuk az gyönyörű, mert egy ilyen hatalmas csarnok, és nincs olyan, hogy bemész, és nem találsz ülőhelyet, és nem látsz rá. Tehát az így nagyon jó. Viszont a többi program volt nekem egy kicsit lapos, mert ilyen kisebb termek voltak, és voltak ilyen elvétve, ilyen vetítések, meg ilyen gamer szekció, meg minden, de voltak olyan időszakok, amikor én ott ültem, és vagy aludtam, vagy nintendoztam, vagy próbáltam kitalálni, hogy mit csináljak, tehát hogy itt meg lényegében mindig rohanok. Úgyhogy ennyiben volt nekem fura. Van, akinek így sokkal jobban tetszett, mert hogy fú, milyen jó a bécsi, nekem így ennyiben kicsit így másabb volt, hogy nekem ott voltak ilyen üres időszakaim. Itt meg, jó, itt is van, hogy vannak, de mostanában annyira nem. Úgyhogy leginkább ez. Viszont a cosplayesek azok ott is erősek, sőt, ott például a varrást, az sokkal jobban nézik, én úgy vettem észre, mint például itt, mert jó, itt is nézzük nyilván, megnézik a zsűrik, de ott így sokkal inkább arra megy rá az a craftos verseny, és akkor ez is egy ilyen kisebb különbség. Az, hogy igényesebbek, azt szerinted annak köszönhető, hogy anyagilag jobban megengedhetik maguknak, vagy egyszerűen csak az attitűd, hogy sokkal komolyabban veszik, idézelbe téve a komolyabbat? Nem feltétlenül az, hogy igényesebbek, ott így más a szemléletmód. Úgy hallottam, hogy például egy páncélt ott kevésbé értékelnek, itthon meg az meg nagyon is látványosnak számít, úgyhogy inkább ez a szemléletbeli különbség az, ami feltűnt, mert ott is voltak nagyon jó cosplayesek, de itt is vannak nagyon jó cosplayesek, tehát így a cosplayesek színvonala szerintem így az abban akkora különbség így nincs. Inkább a verseny pontozás szempontja. És mennyien voltak? Tehát ott is körülbelül ennyi ember ment ki a 3 napos rendezvényre, vagy többen voltak, illetve nem tudom, hogy ott... Oké, egyébként ez egy kérdésre várom, vagy aztán még van 2 kérdésem. Fú, hát ezt most nehéz megbecsülni, mert volt olyan, amikor majdnem tele volt az a kisebb stadionnyi terem, hogy így mondjam, az a nagy terem, de szerintem akkor az volt így alapból a fő program, és így mindenki bement, mint például amikor craft van, vagy perf, akkor betódulnak itt a nagy terembe. Tehát akkor volt olyan, de még akkor is hogy voltak olyan üres szekciók, szóval talán kicsit többen voltak, de nem vagyok benne biztos, a számokban nem vagyok ilyen tekintetben jó, hogy így megbecsüljem. Meg ott a kinti területekre, én akkor annyira nem is néztem ki, egy utólag néztem vissza egy videókat, meg képeket, és akkor rájöttem, hogy ú, itt is volt ilyen kis zöld rész, meg itt lehetett volna még kimenni, és én abból körülbelül semmit sem láttam. Úgyhogy ott is gondolom így voltak még pluszban. A másik, amire kíváncsi lennék, hogy az osztrákoknál erősebb a szuperhősös cosplay, tehát hogy többen beöltöznek képregényhősnek, filmekből vett figuráknak, vagy ott is inkább azért maradnak az eredeti cépénél, tehát hogy valami távol-keleti japán, dél-koreai sorozatnak, mangának, animének öltöznek be. Annyira nem rémlik, voltak szuperhősök is, de nem olyan nagy arányban. Inkább a keleti vonal, amit én láttam legalábbis, meg sok originált, és a játékok, igen. Tehát így a szuperhősök, volt egy pár, de olyan sok nem rémlik. Nem. A másik, hogy
Bécsben szintén ugyanúgy kitelepült a kellékanyag, tehát hogy vegyél kiegészítőt, vegyél könyvet, vegyél mangát, vegyél zenét, vegyél bármi mást. Ott is ugyanúgy megvolt a vásárcsarnok, vagy ahol az árusok próbáltak meggazdagodni a vásárlókon? Sőt, ott még nagyobb a vásárcsarnok rész. Legalábbis, igen, ott ez se kicsi a fogadó, de ennél szerintem, fú, nem tudom, hogy helyese, hogy kétszer nagyobb, de nagyobb. És például, amikor kimentünk, akkor itthon még nem lehetett kapni ezeket a Warbler megtársaikat. És most már ugye lehet, így a playgroundosok miatt. De akkor például egy nagyon sok cosplayes így akkor jött vissza, hogy fú, akkor most hozunk már, akkor nem kellett itt szállítási költség, és akkor ugyanúgy elfér a csomagban. Úgyhogy emiatt is volt különlegesebb, így az alapanyagok miatt. Meg hát a többi az ugyanúgy voltak mangák, játékok, nasik, plüssök, tehát így maga az, amiket lehetett venni, az hasonló volt, csak kicsit szélesebb a kínálat. Nekem legalábbis úgy tűnt. Térjünk vissza mostani őszimondokonra. A legnagyobb megdöbbenés, vagy a legnagyobb meglepetés nekem az volt, hogy Mantis milyen jól énekel. Tudom, hogy ez neked nem újdonság, de nem voltam teljesen elő, nem voltam teljesen szembe vele. Szinte karnyújtásnyira nézni, hallani, milyen élmény volt őt? Én már hallottam őt így, ennél közelebb is, mert ugye amikor volt a közös perfünk tavasszal. Ja, igen, meg ő neked már korábban is színpadon amúgy. Annyiban volt rossz, hogy a hangfalak olyan szögből estek, hogy nem lehetett érteni minden sort. Mondjuk én így tudtam, hogy miről énekel, de volt, amit így nem lehetett kihallani. Mondjuk így is fetregtünk az asztalon közben, de én nem hallottam így, hogy hogy hamis lett volna, vagy hasonló, ahol hamis volt, az direkt volt hamis. Úgyhogy hogy a szabályok, tehát kérdezték őt erről, és azt mondta, hogy igen, tehát ahol azért volt a jelmezésön, amilyen kidolgozatlan hozzá képest már-már útszali pongyolassággal összeállított, mert paródiát csinált, és amikor nem énekelt jól, az direkt csinálta, miután ugye azért az utóbbi években elég sok énekes fellépést szenvedtünk itt a Konon, ami inkább a büntetés, mint az élvezet kategóriába ment. Viszont, nem mondom, de én teljesen le voltam döbbenve, főleg az, hogy micsoda ereje is volt a hangjának. Majd átküldöm valamikor a videót, felvettük az ő perfét, és hogy akkor nézd a szöveget, vagy halld a szöveget. De mondom, ez valami döbbenetes volt. És hát a kicsit tovább lépve ezen, az is meglepett, hogy a szerbek is felléptek perfel. És nekem a férfi az például teljesen meglepett. Ugye tavaly volt egy hasonló, amikor a Sauron szája, vagy nem tavaly, valamikor idén volt, és az is nagyon döbbenetes volt, csak itt annyiban volt ez talán nekem több, hogy oldalról nézve tényleg ez már-már színész játék volt, tehát ott volt az az érzelmi skála, amin végigment a jó ember. Nem tudom, hogy ezt te hogy láttad. Abszolút beleélte magát, meg amit hallhattunk hangfelvételt, az az ő saját hangja volt alapból. Nem, az az ő hangja volt. És így mondta is nekem így előtte, hogy mondtam, hogy hú, hallgattam így a hangfelvételt, meg belehallgattam az előzőleg kapott anyagokba. És akkor mondta, hogy ó, ne aggódjak, a színpadon majd úgyis túlövölt. És én néztem, hogy ezt így hogy? Aztán elkezdett játszani. Ugye nem csak az a tipikus tátogás, ami azért így van hiteles vagy nem, hanem tényleg így beleélte magát, és így átadta azt, amit kellett. Ugye így duplázott úgymond így a hangjával, mert ott volt a felvétel is, meg azért kiadta magából rendesen, amit kellett. Meg én először így kérdeztem őt, amikor így megláttam, hogy nem Krafton akart volna esetleg indulni, és mondta, hogy nem, ő perfezni akart, és utána, amikor láttam, hogy mit csinál fent a színpadon, akkor megértettem, hogy miért. Visszatérve a jelmezekre, a másik nagy bánatom a mostani hétvége, hogy a külföldieket leszámítva igazán nagyon jó cosplay, tehát ami tényleg látszik, hogy rengeteg munkát feszültek bele, jól is nézett ki, amit bárhova oda lehet állítani, és mindenki oda áll mellé, hogy fotózkodjon, kevés volt. Nem tudom, mennyit láttál, mennyit nem láttál, de szerintem olyan 10-20-nál több igazán jót nem láttunk a hétvégén. És nem tudom, hogy ez azért van, mert túl közel volt a nyári, és az embereknek ugye azért, hogy megcsinálja egy jót, ahhoz idő kell, vagy nem tudom, ennek mi lehet az oka. Van erre valami tipped? Vagy te hogy láttad egyáltalán?
Én most főleg így a mezőnyt láttam, ugye, mert kint sajnos most olyan sokat nem voltam, és ott igenis voltak erősek, mert most, hát eddig nem zsűriztem sokat, de igyekszem, de most például nagyon vitáztunk, nem egy kategórián, és nem tudom, hogy mennyire szokottam úgy vitázni a zsűri, de engem ez így meglepett. Jó, nem volt egyértelmű, mert tényleg voltak olyan ruhák, hogy ami nekem fájt, hogy nagyon sok ruha nagyon szépen volt megvarva, és mégse tudtunk így neki díjat adni, mert hogy egyre több ruha van nagyon szépen megvarva, és így inkább azokat emeltük ki, akiknek volt valami icipici plusz, vagy nem is így icipici, vagy valami meglepő, vagy különleges alapanyag, mert nem tudtunk máshogy dönteni. És így gondolom, hogy így... Hogyha bárkinek kérdése, vagy miért azt kapott jelölést, vagy díjat, aki, akkor nyugodtan megindokoljuk minden további nélkül, mert én jegyzeteltem így az összes különböző anyagokat, amik így elhangzottak tegnap, ami így érdekes volt. Az egyik kedvencem az a portőlőronyra való hímzés volt, meg a forgófegyver is nagyon jó volt, meg volt, aki a mosógép dobjának szerelte ki a tartóját, és abból csinált valamit, már nem emlékszem pontosan mit, tehát így elég változatosak voltak így a felhasználások, és pont ezt erre próbáltunk vadászni, ami egy kicsit más. Mert volt nagyon szépen megvart, Eszter ruha is volt, meg voltak... Igen, meg ők is olyan anyagokat használtak, hogy így nem gondoltam volna, hogy az abból van. Meg a cipője is ilyen hologramos, nem tudom pontosan miből volt, de tényleg ilyen üvegcipő hatást keltett. Meg... Volt több csapat, meg egyen is, akiért fájt a szívem, de pont azért, mert ez a kicsi plusz hiányzott, és így, meg hogy túl sok voltam úgy az, akit értékelni szerettem volna, és kevés a kategória. Tényleg ki nyert végül tegnap? Ki lett a craftsmanship nyertese? Melyik kategória? Több van technika, kosztüm. A legjobb kosztümöt a Diablos leányzó kapta meg. Ilyen fekete szürkés páncéllal. Halálisten? Ja, igen. Ő kapta meg, kiegészítőt Iván Réka kapta meg, aki mondta is, hogy tudja, hogy a jelmeze az ilyen egyszerűbbnek tűnik, úgyhogy ráerősített a kiegészítőkre. És tényleg ráerősített a kiegészítőkre, mert így behozta őket, és lepakolgatta őket, és így tényleg így csinált ilyen kis babát, aminek az arca, meg a haja, minden nagyon szépen ki volt dolgozva. Tehát ő tényleg így ráment. Akkor, kik voltam még. A technikát adtuk például a hamupőkés csoportból így a megoldásokra, így a Tamás lett kiemelve így a herceg. De pont azért, mert olyan anyagokat használtak, amikre csak úgy pislogtunk meg, tényleg így érdekes volt a kivitelezés. Ki volt még? Kiemeltünk most egy zsűri kedvencet is, így Annát, mert ő is így maga a karakterválasztás is epik volt, meg ahogy megcsinálta a kis elektronikát, meg alapból, hogy kidolgozta az így. Vannak azok a cosplayek, amik így bejönnek, és tényleg azt mondod, hogy na, ez jó. Mert nem csak úgy szimplán jó, hanem hogy ennek így kell valami. És így lehet, hogy nem illett bele egyik másik kategóriába sem, viszont vagy ha beillett is, akkor nem jutott el odáig mondjuk, hogy jelölést kapjon, de így érdemesnek találtuk arra, hogy így kiemeljük. És ki volt még? A csoportok között is nehéz volt, mert most például eljött az összes csoport, és ott is voltak nagyon erősek. Az osztrákok is jók voltak, viszont voltak jobbak. Mert sokat az a baj, hogy a színpadi produkciókról ugye nagy rész le is maradtunk, mert még belenyúlt a zsűrizés, meg a megbeszélések miatt. De sok csapat volt, és ott is olyanok voltak, hogy nem is tudom, hogy kit nem mondtam még. Már fáradok. Kiegészítőt mondtam. Originál. Na igen. Most nagyon jók voltak az originálok is, úgyhogy azon a kategórián is sokat vitatkoztunk. Aztán végül a Dr. Who-ból kapta meg Laura Dalekkal. De ott is így, úgy tényleg sokat vitatkoztunk. Egy kérdés. Volt pár cosplay, amit már láttunk korábban, de ugyanúgy részt vettek a craftsmanshipen. Van valami kizáró tényező, hogy meddig lehet egy jelmezt elfellépni? Van, a hivatalos szabályzatban az van, hogyha már jelöltek valamikor, vagy díjazást kaptál, akkor nem indulhatsz vele újra.
Uh-huh. Meg például a Tündi azért is indult újra, mert múltkor originálban indította ezt a karaktert, aztán rájött, hogy ez egy létező karakter, és akkor benevezte így rendesen is, és akkor még így újítgatott rajta, úgyhogy ő például emiatt. Azt hiszem, hirtelen nekem más nem jut eszembe a napról, illetve annyi, hogy majdnem sem tudtál körben nézni, nem volt időd nézelődni? Valamennyi volt, de most inkább így a pultnál segítettem be itt a klubban, mert eredetileg így én a héten derült ki, hogy akkor zsűrizem, úgyhogy én beígértem, hogy akkor jövök segíteni. Aztán kicsit kevesebbet jutottam ide, mint szerettem volna, de egy ma például így kicsit többet itt tudok már lenni így a többiekkel, úgyhogy az is jó volt, mert például vannak már új tagjaink, és akkor velük is így megismerkedni. Meg most már azért jobban körbeszaladgáltam így az épületeket is, hogy mi hol van, meg tudtam hallgatni félig egy előadást, meg összefutottam még olyan emberekkel, akiket tegnap esélyem nem volt megtalálni. Hát igen, mondjuk ez fura, hogy megint ugye variálták a helyszíneket, vagy legalábbis a múltkor nem volt ennyi minden a D-csarnokban. Ami nekem nagyon tök szimpatikus, és remélem, hogy a jövőben is lesz még ilyen, az egyik a filmvetítés, tehát támogatom. Igazából arra gondoltam, hogy lehetne, hogy minden alkalommal valami régebbi, már nem jogdíjas, vagy fekete-fehér japán klasszikust, vagy bármi mást, ami szerintem a fiataloknak ez tök jó lenne, és akkor kicsit talán azt is, ez elősegítene azt, hogy képbe legyünk, hogy miből alakult ki a manga, miből alakult ki az anime. Szerintem, ha más nem, akkor régi szamurájos filmeket, vagy nem tudom, ez döntse el más, biztos, hogy jó ötlet lenne. Ami másik, ami nagyon tetszett, az pedig az AMV Mortal Kombat. Tehát amikor két AMV versenyzik, és akkor a közönség reakciójából derül ki, hogy melyik volt a nyertes. Ezek tök jók, remélem még jövőre is találnak ki mindenféle dolgokat. Na, erről például lemaradtam, pedig szemeztem vele, hogy az mi lehet, mint a Mortal Kombat, de most már akkor tudom. És én sem voltam ott végig, csak az utolsó egy-két tételre. A közönség kiúzta, hogy kik versenyezenek egymásra az adott kategóriába. Megnéztük mind a két AMV-t, és utána lehetett kurjászni, hogy melyik volt a jobb. Viszont filmvetítés, én most a Liza volt, igen. Az még régen, a Pecsában voltak. De hogy itt voltak-e, arra nem emlékszem, talán az elején. Én nem emlékszem. Azt nem tudom. Az elején lehet, hogy voltak, de max lemaradtam róla. Nem tudom. De voltak régebben is, úgyhogy örülök, hogy felelevenítették. Nekem hirtelen más nem jut eszembe. Akkor köszönöm szépen, hogy leültél és beszélgettünk. Decemberben találkozunk ismét. És addig meg jó cépézést. Köszönöm szépen.